talán a legnagyobb hatása rám Bogán Frigyes volt, részben fantasztikus előadásai voltak, más szakokról is jöttek a hallgatók hallgatni a Firenzét, Rómát, Párizst, Velencét. Úgy tudta előadni, hogy az, amíg oda tudtam jutni, hogy ezeket a városokat elevenően megnéztem, mindig Bogán Frigyes előadásai jutottak az eszembe. De kiváló tanárom volt, például Wehinger Károly, aki a középlet tanszék vezetője volt, Bardon Alfréd, aki a rajzi tanszéké, azt a demonstrátor is lettem pár évig. Gábor Bubu az épszert tanszékről, Rados Jenő, aki a műemlék tanszékről, az éptört tanszékről volt. Ezekkel aztán később is jobban voltam. Nagyon-nagyon nagy formátú emberek voltak ezek. Én a szociálra kezdtem, a másodévesen még szociál volt. Egész tankör dóroszlopokat firkált. Én is az első ilyen feladatom egy tudós háza volt, és apait, anyait beleadtam, hogy egy jó szociál ablakot csinálják neki. És Mikolás Tibor és Halász Imre voltak az oktatóim. Mikolás odajött, menjek egy kicsit félre. Az ott a te ezt ne nagyon csináld, ez nem az igazi. Akkor figyeltem fel az északi épészetre, Alvarátóra, Toivo Corhonára és Árne Ervire, északi épészetre. Finnországban voltam, azt hiszem háromszor vagy négyszer hivatalosan is, és amikor Alvarátónak az egyetemét egy ilyen naplemeltében megláttam, igaza volt Mikolás Tibornak. Mondhatnám azt is, hogy most is ezzel az építészettel értek egyet, mert egy hallatlan etikus építészet. Szerintem az az építészet, amelyik nem törődik azzal, hogy milyen élet költözik bele, az nem erkölcsös. A Bauhaus és a 60-as évek modernje után mindenki vágyott egy ilyen olyan építészetre, ami nem csak azt tűzte ki maga elé, hogy hasznos legyen, hanem voltál, hogy szép is. Ez pejoratív jelző így, de most is ebben a világban élünk. A mai építészet sem találja maga helyét. Nem találja meg helyét. Tehát igazából részben a funkcionalizmus él most is, részben a dekonstruktivizmus, de azért azt sem rúgta ki igazán magát. És vágynánk arra, hogy az építészet újra bekerüljön a kultúrába. Most kiesett abból. Nekem még szerencsé volt, mert néhány olyan épülettel találkoztam, mint a bazilika előtt a József Attila a Bajcsi sarkán van egy irodaház, egy nemzetközi kereskedelmi központ. Az is ilyen posztmodern, és ott van a bankcenter, a Nemzeti Bankkal szemben, az is egy ilyen kísérlet. Még a West Endben is a főbejáratánál van ilyen gondolkodás. És hát a bősz posztmodern az adta fel a szálló a Váci utcában. Ott egy kicsit túlmentem a dolgon. Az első sargótanányi házam az a Pécsi áruház, és ott nagyon jó volt. Hát 30 évesen voltam még, amikor terveztem. Rajzolom se volt senki, tehát egyedül csináltam az egészet. Azt most is szeretem, de szeretem ezt a bazilika előtti irodaházamat, ezt a József utca Bajcsi sarki házat. Ott nagyon fontos volt, hogy a bazilikát ne tüntessem el, vagy ne nyomuljak elé. Azért van ez a hatalmas beharapás a házba, hogy arra ül bele a bazilikának a tornya, kupolája. Tehát valójában azt a házat szeretem szinte a legjobban. Az első műtermemet az interkontinentáli tervezése idején kaptam, addig nem volt rajzolom se. Akkor olyan 10-valányan voltunk, az fölnőtt 20-valány főre, most már 50-en vagyunk, de néhány ötem is ismerek. Vannak olyan állandó munkatársaim, akikkel együtt dolgozom, Gucogi György, Fekete Antal,
Szabó Tamás, magyar nevén Osó, velük együtt tervezek és dolgoztam. Nagyon jó, jó munkatársak és kitűnő építészek. Őket nem kell tanítani. Ha a házaiból van, ő megfogja őket, akkor az a, az a mesterség. Volt egy olyan tervünk, ami nagyon fontos lett volna, hogy megvalósul. A Városliget összekötése a nyugati pályaudvarral. Volt egy olyan terv, hogy a sineket lefedjük, és fölötte egy hatalmas park lett volna, gyakorlatilag egy budapesti Centrál Park felül. És a zöldet teljesen behoztam volna a belvárosig. Ez nagyon jó, fontos lett volna. Az, hogy a természeti környezet hatoljon be a városba, nekem volt olyan tervem is, hogy a Budapestnek a magasztetteit le kellene tolni, és helyre kerteket csinálni. Tehát az a zöld, ami az alapszintjén a városnak nem fér el, ezt tegyük fel a házak tetejére. De hát ez persze egy, lehet, hogy muftiság, de mindesetre a zöld hatoljon be a városba. Hát meg lehet nézni, amely megváltozott, ahol ott lakunk. A zöld mit jelent? Közösséget terem. Kimegyünk sétálni a Megvárt térre, ott már megszólítanak minket, néha beszélgetünk. Szóval a közösségi létezéshez kellene a zöld. Nem jó irányba megy az építészet ügye, nem jó irányba. A hatalmat átvette a pénz maga, a beruházási pénzek, a bekerülési összegek és a kivitelezők. Kivitelezők lassan elnyelik a tervezést magát. Nagy kivitelező cégek tervezővállalatokat csinálnak, és ez nem jó. Én örülök, hogy a 60-as, 70-es, 80-as évekből tervezhettem. Nagyon érdekes, hogy amikor én voltam fiatal, 50-es, 60-as években, nagyon sok pályázat volt. Főleg városrendezési pályázatok. Én 36 vagy 40-et csináltam, abból vagy 15-öt megnyertem. Ezek mind nagyon jó új gyakorlatok voltak a fantáziára. Azt szoktam mondani, hogy az a építész, aki felnő, az hogy javazott, mert nem alkalmas az építészetre. Az építészet az fantázia kérdése, és az a gyerekeknek sokkal inkább van. Tervezzenek, tehát igazából gondolják végig, hogy annak a házak mit kell tudni, hogy milyen élet költözik bele, azt az életet hogy lehet szolgálni, és persze azt a környezetet, amiben a ház kerül. A környezet és a ház az mindig szoros kapcsolatban van egymással, az a ház, amelyik nem tud párbeszédet kezdeni a környezetében, az nem jó ház. A ház nem csak arra való, hogy önmaga gyűlessze magát, az a saját egyéniségét mutassa, hanem az egész környezete része legyen. Ezt is meg kell tanulni.